tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Nyitás után pár perccel megnéztem az OTP részvény árfolyamát, megnyugodtam, plusz 4%-ba volt, elkezdtünk beszélgetni. Erre... Tehát a 4%-ok itt pillanatok alatt ugranak. Igen, egy ilyen... De még hogy ugranak? Hektikus piacon... Már most elmondja a Török Lajos vezető elemző, hogy ugranak vissza, meg hogy tűnik el a 4%, és mivel változik az... Szia, jó reggel! Jó reggel! Megtartotta-e a 10.000-es szint az OTP-t a legfontosabb kérdés? Nem tartotta meg, gyorsan válaszolva nagyon nem. Továbbra is folytatódik az óriási forgalom melletti esés. Most nyilván a tegnapi esési hullámhoz képest talán egy picit lassabban, de azért most néz ki, jól 9686 forinton kereskedünk, ez 3,2-es mínusz a tegnap 10.005 forintos záróhoz képest is, tehát jelentős az esés, és mondtam, több mint 9 milliárd forintos már mostra forgalom, tehát ha ez így folytatódik, akkor sajnos jelentős eladási hullám megmaradhat a hét további idejére is. Azzal egyetértett, így... bocsánat, hogy itt fundamentálisan ez már nem indokolható, ezek már inkább kényszerzárások, technikai jellegű öntések, ami azért középtávon mindenképpen jó beszállónak tűnik. Nyilván ez ilyenkor nehéz megmondani, az, hogy mikor van ez a jó beszálló, hiszen igen, fundamentálisan nem nagyon indokolható ez, és ilyenkor azért nagyon nehéz megmondani, hogy hol lesz az alja. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor emlékszünk a 2008-as válság után is, azért volt, amikor 1200 forint volt az OTP, hát fundamentálisan az se volt indokolható. Nagyon felszakítottál egy sebet, mert felhívott egy ismerősöm, szerintem az ács volt, hogy 6-ossal kezdődő OTP ajándék. Én bevásároltam, és utána elkövetkezett ez a szint, nem amit te mondtál. Nem baj, igen. Évekbe került, és számtalan a nőszhajszába, mire kiültem ezt a kis fiaskót, igen. Na tehát csak ezért akartam mondani, hogy én úgy gondolom, hogy persze fundamentálisan most már jó beszálló lett az OTP, tegyük ezt azért csak akkor, hogyha nem eszkaladik tovább ez a válság, igen, természetesen. Tehát azt, hogy hozzá kell tenni, hogy van egy ilyen nagy kockázat is, de amint mondtad, hát lehet, hogy ez az éveket kell várni, hogy ismét magára találjon sajnos, pont azok miatt, az okok miatt, amiket ugye fejtegettetek. Tehát nehéz kérdés. A MOL is egyébként 3%-ot esik 2370 forintra. A Richter egy picit most már kezd újra életre kapni, most 2%-os plusz lehetünk 6715 forinton. Ugyanolyan, sőt, még keményebb ukrán-orosz érdekeltség, vagy kitettsége van, akkor miért? Jó, tehát egy kicsit szedjük szét, tehát a Richternek egyébként talán nincs akkora kitettség, hogyha a profit hozzájárulást nézzük, tehát ilyen szempontból, illetve azért az, hogy a gyógyszerszállítmányokat, vagy a gyógyszerkereskedelmet tiltsák, azért az valószínűleg egy további lépés, tehát azért egy még brutálisabb szankciót jelentene. Nyilván így is soha nagyon nehéz lehet Richternek most az oroszországi és tehát a ukrajnai tevékenységét folytatnia, de az OTP-hez képest azért ilyen szempontból kevésbé veszélyeztetett, illetve azt is el kell fogadni, hogy az OTP sokkal több alapkezelőnél van szerintem, mint Richter, most főleg külföldi alapkezelőkre beszélek, akiknek ugye egy ilyen kelet-közép-európai vagy kelet-európai alapban az OTP valószínűleg egy nagy kitettséget jelent, a Richter egy jóval kisebbet, és ugye nyilván most nekik kell likvidálniuk, mert ugye mindenki menekül ebből, de így van egy alap, ami orosz részvényektől kezdve, mit tudom én, cseh részvényeket, lengyel részvényeket, magyar részvényeket kezel. Igen, hát ez minden az OTP tudja dobni, és a többit meg nem. Tehát, hogy minden nagy válságban látjuk ezt, de hát a legemlékevetesebben éppen az orosz válságban láttuk, amikor igen, tényleg ugyanaz. Igen, akkor én még akkor kezdtem az általános iskolát, tehát én azt kevésbé értem át ilyen igen, szempontból. Benne voltunk, de... igen. Én olvastam erről, igen, de mindenképpen azt látjuk, hogy emiatt az OTP-ben a legnagyobb nyomás, és ez nem véletlen, és nem csak fundamentális, akkor van meg a másik azért az, hogy tudjuk, hogy a bankrendszer mindig egy lakmuszpapír, tehát emiatt is azért azt tartjuk a legkockázatosabbnak, amikor ilyen makró kockázatok vannak. Úgyhogy szerintem ez indokolja azt, hogy az OTP a leggyengébb Budapesten. És hát ugye mikor van az alja, és mikor érdemes beszélni, hát nyilván attól függ, hogy ki milyen időtávra gondolkozik. Én úgy gondolom, aki hosszú távra gondolkozik, az szedje szét a mondjuk 4 vagy 5 részletre, amit beszeretne fektetni, és lassan már el lehet kezdeni az első részletet. De ezt mindenképpen, tehát hogy úgy kell ezt felfogni, nem egybe az összeset ráönteni, mert tényleg lehet, nem lehet megmondani az alját, mert nem fundamentális okai vannak. Hát igen, úgyhogy emiatt mondanám, hogy óvatosnak kell lenni. Haverom kérdezi, szia uram, euró nem érdekel?
ma is sajnos mindenkori csúcs voltunk 381, bocsánat, a teteje, most nézem, hivat, amit 380 forint és 76 pillér volt a teteje, most egy 20 pillérrel vagyunk alatt, a 380 forint 55 pillér egyébként az euró-dollár jegyzése. Tehát most is 80 fölött vagyunk, tegnap ez egy felszúrás volt, most meg stabilan 80 fölött kereskedik ezek szerint. Hát még azért a stabilan túlzás, hát még ugye nem telt el annyi idő, stabilitásról tudjunk beszélni, de most igen, ez a tehát reggel ugye kinyitott 9 körül a kereskedés, mondjuk így nyilván az euróforint nem áll meg, de azért 9-kor tudjuk, hogy a bankok is beérnek dolgozni, és elkezdődik az igazi élet, akkor ugye 77 feles szintről fölöttünk, igen, erre 380 körüli szintre, úgyhogy úgy tűnik, hogy stabilan sajnos lehet, hogy fölötte leszünk. A dollár is mindenkori csúcson volt, egy dollárért 342 forintot és 88 fillért kell most fizetni. Tehát... Csak mi kapjuk az ívet, illetve a magyar tőzsde, illetve az OTP, vagy mondjuk Európában is folytatódik az esés? Európában kisebb mértékben folytatódik az esés, hogyha ívről beszélünk, azért érdemes megnézni az zlotyit, amivel szemben nagyon stabil a forint, tehát 79 forintot és 22 fillért kell adni az zlotyért, ez egy pici erősödést is jelent az zlotyhoz képest egyébként, tehát látszik, hogy egy régiós problémáról van szó ilyen szempontból. A DAX is mínuszban 0,6, illetve a Eurostox 50 0,4-es mínuszban, az amerikai futures-ök pedig nagyon minimális pluszban éppen, tehát sajnos ez a közelség Ukrajnához és Oroszországhoz nem csak geopolitikai szempontból kockázat, hanem ilyen tőkepiaci szempontból is jelentős kockázat. És ha viszont csúcsokról beszélünk, akkor az olajat szintén ki kell emelnem. Tehát itt is sajnos óriási föltépés történik. Mindjárt keresem a grafikonomon, igen, itt van, hogy 100 dollár, bőven 100 dollár fölött vagyunk, úgyhogy ez mindenképpen, igen, 111 dollár a Brent, és 109,70 a VTI jegyzése, tehát ez ismét 5%-os emelkedés az nagyon magas szintekről. Igen, aranyat, hogyha rálátsz, megnéznéd, mert azt meg jósolták, hogy agyon fogják tépni, oldalazik? Még akkor nem tépik. Hát ma reggel, igen, hát 1936 dollár az aranyjegyzés, hát nyilván ez nem egy alacsony szint, tehát itt azért már történt egy pozitív emelkedés, és ha már ilyen idézőjelben vagy exotikusabb termékek, akkor azt ki kell emelni, hogy a bitcoin és az Ethereum elképesztően jól tartja magát, tehát 44 ezer dollár fölött a bitcoin, mindjárt ismét 3 ezer dollár az Ethereum. És amikor, nem tudom, szerintem veletek is beszéltünk korábban, hogy nyilván inflációan úgy tűnik, hogy nem védett, de az ilyen nagyon vészjósó időkben egyébként, ha belegondolunk, hogy valaki mondjuk Ukrajnában vagy Oroszországban szeretne valamit kezdeni a megtakarításaival, hát lehet, hogy a bitcoin és az Ethereum biztosabb, mint a rüvnya, illetve a rubel. Igen, múlt csütörtökön mosolygott Gede kolléga azon, hogy digitális arany, aha, amikor ugyanúgy hatalmasat esett a tőzsdékkel együtt. Igen. Aztán mióta kiderült, hogy jönnek a szankciók, és lényegében befagyasztják az orosz pénzügyi rendszert, és Ukrajnában pedig a háborús állapotok miatt az emberek elkezdtek menekülőeszközként tényleg kriptoeszközök be is fektetni, azóta meg szépen hajtják vissza fölfele az árfolyamot. Igen, ez most tényleg nem csak befektetésként, tehát ha belegondolunk abba, hogyha mondjuk valakinek el kell menekülnie, és gyakorlatilag azért ezt egy USB stickkel tudja bizonyítani, hogy ez övé, tehát rögtön tud vele fizetni világon bárhol. Reméljük, ez nem fog megváltozni a következő időszakban is. Akkor én megértem azt, hogy valaki azt mondja, hogy persze mondjuk egy aranyérme mellett azért ez is egy végső biztosíték lehet. Nyilván nem a nyilván nehéz azt mondani, hogy ez mindenképpen örökké így marad, de most úgy tűnik, hogy erre mutat, illetve hát azt sem szabad elfejteni, lehet, hogy az oroszok például a szankciók kikerülésére esetleg használnák ezeket az eszközöket, ami azért nem annyira egyszerű, hogyha bárhol utána dollárt vagy eurót szeretnének helyette, akkor már megbukik a történet, de ha esetleg valaki elfogadja a bitcoint a másik oldalon, akkor valamilyen szinten ki tudják ezt kerülni. Igen, 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 ez érdekes abszolút. Oké, nagyon szépen köszönjük, Lajos, szép napot, jó munkát, jó pörgést, mert az izgalmas. Hát, köszönjük, most nem értek rá passziánszozni, erre mérget venni. Nem, igen, kávézni és óvatosan lehet kiszaladni igen, most a konyhába. Köszi. Köszönöm. Szervusz, szia. Török Lajos vezető elemzővel néztük át a tőzsdenyitás pénz- és tőkepiaci híreit. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.